Péntek 13 sokak számára jelent balszerencsés napot, számos babona fűződik hozzá. Története a régmúltból ered, halálesetek és szerencsétlenségek is történtek ezen a napon. A templomos lovagrendnek a felszámolása és a legfontosabb vezetőinek a kivégzése az állítólag egy ilyen 13-ai pénteki napon történt, és innen terjedt el igazából a francia kultúrából, illetve később az angolból, és vált ugyanolyan nemzetközi jelenségé, mint a mostanában divatos, tehát a 21. században vagy a 20. század végén Magyarországon is megjelenő szokások. A legendák szerint pedig már a Bibliában is negatív számként szerepelt a 13-as, hiszen az utolsó vacsorához Júdás ült le 13-ként. Rossz szimbólumok, mint például a fekete macska, valamint szokások is kötődnek péntek 13-ához, eszerint pedig nem ajánlott ilyenkor hajat vágatni, mert az bevonza a halált. Van, aki óvatosabb is ilyenkor. Jobban, hogy figyelek közlekedésre, az, hogy hova megyek, mit vásárolok, meg úgy általában a hétköznapi teendőkkel kapcsolatosan. Akad, aki úgy vélekedik, ahogy másik napokon, úgy ilyenkor is saját magunk vonzhatjuk be a szerencsét, avagy éppen a bal szerencsét. Én nem hiszem, hogy bármi lenne, ha csak az ember fejébe nincs, tehát ott dől el minden, úgyhogy mindenkinek sok szerencsét a mai napra. Az egyik fehérvári lakos arról számolt be, hogy az ő életében kifejezetten pozitívnak számít péntek 13-a. Még a lotton is volt egy kettesem, különben azóta sincs. Nem csak Jániné Erzsébetre jellemző ilyenkor a lottószelvény vásárlás, sokan hisznek abban, hogy a 13-as szám meghozhatja a szerencséjüket. Vettem lottot, hogy szerencse érjen, semmi más különösebb. Azoknak, akik balszerencsésnek tartják magukat, jó hír, hogy 2023-ban már csak egyszer, októberben esik 13-a pénteki napra.